Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, különösen a jelenlévőket és azokat is, akik a tévén keresztül követik a Szentmisét. Ez a mai Szentmise a megbocsátásról szól, ami mindenkit érint, és ami a kereszténységnek a sajátja. Mondhatjuk azt, hogy a kereszténységnek a megkülönböztető jegye. És mindenki számára fontos ahhoz, hogy az életét keresztény módon tudja élni. És ezt a mai szentmisét ajánljuk fel elhunyt Éváért és családjáért. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én ilyen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplő Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem,
Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jól lehet ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől? Hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat, gondolj az Istennel kötött szövetségre,
s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim! Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Ez az Isten igéje. Hallelujah.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így tör lesz a adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és a börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a megbocsátás az nem magától értetődik. A megbocsátás az mindig valamikben túllép az emberi értelmen. Nagyon szívesen, legalábbis ördögi kísértés az, hogy az ember úgy megfürödjön mindig az igazságában. És hogyha vétettek ellenem, akkor én a haragomban lehessek. Nekem az sokszor azt érezném, hogy emberi jogom, hogy valóban a haragomban lehessek. És hogy ne kelljen belőle kimennem, hogy kicsit meghempergőzhessek benne. És aztán az is világos, hogy ebből ki lehet szabadulni, el lehet engedni. Ugye alapvetően az Úristen nem azt nézi, hogy mi van bennünk, hanem mit akarunk meglépni. Erőfeszítéssel, odaadással, kitartással tudunk lépni e felé, hogy az ember elhagyja ezt a kicsit jó érzést, mert ugye azért teszi az ember, azért akar újra megfürödni a sértettségében, azért nem akarok belőle kilépni, mert úgy érzem, hogy jó benne lenni. Tehát meg kell bocsátanom úgy, ahogy az Úr is megbocsát nekem. És akkor látjuk azt, hogy az olvasmányban a Sirák fia következőt mondja: Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozzál, és neked is megbocsát vétked. Megbocsátják vétked. Mi atyánkban pedig ugyanezt halljuk hasonlóképpen, ugye azt, hogy bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Nem azért történik mindez, mert az Úristen, hogyha bűn van bennünk, nem akar megbocsátani. Így vagyunk megteremtve, hogyha nem tudjuk elengedni más vétkét, akkor nem tudjuk elengedni sértettségünket, és akkor az Úristen nem tud belépni, és nem tud nekünk megbocsájtani. Ha mi nem bocsájtunk meg, akkor képtelenek vagyunk arra, hogy az Úristen megbocsásson nekünk. És nem is akarjuk igazából. Az egész lényünkkel tiltakozunk az ellen, hogy az Úristen megbocsásson nekünk. Hogyha valamilyen bűnt követünk el, akkor azt mindig a jó Isten ellen követjük el. Sőt, mindig a végtelen Isten ellen követjük el. Mi vétkesek, mi végesek, de vétkesek is. Ez azt jelenti, hogy ez irányban
senki nem tud elégtételt adni nekünk. Hiszen, hogyha végtelen Isten ellen vétkezünk, ez azt jelenti, hogy a végtelen Istent sértjük meg, ennek a következménye pedig az Istentől való örök elszakadás volna, akkor, hogyha az Isten ezt nem állítaná helyre. Ez volna a jogos következménye minden bűnének az embernek. Ez nem az egyiptomi mérleg, amelyben az általam vélt igazságosságban a jók és a rosszak egymást ellensúlyozzák ki, hanem itt a végtelen Istennel szemben való cselekedeteimről van szó. És ha kérjük, akkor ugye Jézus mégis elengedi nekünk. És azért leginkább az Atya éppen Jézusra való tekintettel. Azért, mert a végtelen sértést az csak az egyedüli, végtelen értékű áldozat tudja kiengesztelni. Ezért halt értünk kereszthalált az Úr Jézus, ezért vált szenvedhetővé, ezért lát halandóvá. Ez történik a karácsony misztériumában. Azért, mert Istenként nem tudott volna meghalni értünk, mert nem tudott volna áldozatot hozni értünk. És azért lett ember, hogy az Isten árával, de mégis emberi módon tudja törleszteni azt a tartozást, amelyet senki más rajta kívül nem tud megfizetni nekünk. Ilyen módon, ha ő megbocsájtott, akkor nekünk túl kell lépnünk saját magunkon. És hogyha az ember túllép magán is, és világossá válik, hogy nemhogy igazságtalan, nem igazságtalan az, hogy én a másiknak nem bocsájtok meg, hanem kifejezetten az én tettem igazságtalan az Isten felé, akkor azt is, arra is rá kell jönnöm, hogyha elkezdek megbocsájtani, akkor az egész lényem kiáltja azt, hogy keresztény vagyok. Azért, mert világossá válik az, hogy akkor leszek a helyemen, akkor leszek békés, akkor rendeződnek a kapcsolataim, akkor vagyok felszabadult, hogyha képes vagyok megbocsájtani. Ha képes vagyok kilépni a haragomból, a sértettségemből, ha képes vagyok arra, hogy akár a másik felé direkt elzáródok, akár kommunikációt megvonok tőle, mert azt érzem, hogy bosszút kell állnom azon, amit ő tett, akkor rájövök arra, hogy ezek nagyon gyenge és szánalmas emberi játszmák, amit művelek. Nem vonhatom meg a szeretetemet, hiszen az Úristen sokkal több áldozatot hozott értem azért, hogy kilépjek magamból, mint én bármikor is tudnék. Ha üdvözölni akarok, azt is jelenti, hogy közösségben akarok lenni az Úrral és az Övéivel. Az azt jelenti, hogy mivel az Úristen egy olyan üdvösséget teremtett, ahova legalábbis mindenkit hívni akar, senkit sem akar onnan kizárni. Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ez akkor azt is jelenti, hogy az Úristen mindenkit vár oda. Én senki iránt nem lehetek elzáró. Nem mondhatom azt, hogy őt, Uram, ne hívd. Mert ha Isten őt hívni akarja, és engem is hívni akar, és mi nem vagyunk kompatibilisek, akkor magamat zárom ki az Isten országából. Ha nem bocsátok meg akár egy embernek is, magamat zárom ki az Isten országából. Ha nem tudok vele közös örök életben lenni, akkor magamat teszem képtelenné arra, hogy az Isten üdvözítsen engem. Hogyha valaki bocsánatot kér Jézustól, az Úr Jézus mindenkinek megbocsát. Látjuk azt például, ugye ott van a jobblator. Egy szóra az Úr Jézus megbocsátott neki. Nyilván mélyből fakadó volt a megbocsátása. Sőt, közben még jóvá is teszi akkor, hogyha tudja visszafordítani ezt a szenvedést, amelyet éppen elvisel azokra, akik miatt, vagy akikért elviseli ezt a szenvedést. A következő lépés az, amit az ember már sokszor nem tud meglépni.
Mi van akkor, ha nem kérnek tőlem bocsánatot? Akkor hogyan bocsássak meg? Hát jogos, hogy sehogy. Miért bocsássak meg? És akkor következő képkocka, ott van az Úr Jézus a kereszten, és mentegeti azokat, akik éppen rajta gúnyolódnak, akik a halálát okozzák, akiknek eszükbe se jut bocsánatot kérni az Úr Jézustól. És mentegeti az Atya előtt, nyilván azért, hogy fogadja őket az örök életbe, és térítse meg őket. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ugye a közvélekedés szerint soha nem bocsáthatunk meg azoknak, akik. És akkor oda lehet gondolni, pont. Vannak olyan bűnök, amit azért mégse, ugye? Sokszor ezt halljuk. Azért azt már mégse. Azt írja egy jezsuita blogger. Arra jöttem rá, hogy megbocsátani annyit jelent, hogy magadat, vagy valaki mást, függetlenül attól, hogy mit tett, vagy hanyagolt el, továbbra is ingyenesen és feltétel nélkül szeretsz, fontosnak tartasz. Ez az kell, hogy ő is megtapasztalja azt. Ez az kell, hogy te is megtapasztald azt, hogy ingyenesen szeret téged. Akkor tudunk igazából megbocsátani és túllépni, hogyha megvan ez a tapasztalatunk, hogy az Úristen értem tette. Ugye, ha ránézünk a keresztre, akkor mindig ez jusson eszünkbe. Sokszor próbálják elhinteni bennünk, hogy ez egy kínzó eszköz. Ha ránézünk a feszületre, akkor azt kell lássuk, azt a feliratot alatta, hogy így szerette Isten a világot. És akkor világos, hogy ki ő, aki ott áll velünk szembe. Így szerette Isten a világot. És felszabadulunk arra, hogy a világért, az emberekért, a kapcsolatainkért áldozatot hozzunk. Felszabadulunk arra, hogy túllépjünk a sérelmeinken. És pont, hogyha a keresztre nézünk, ugye akkor első körben mondhatnánk azt, hogy túlságosan könnyű a megbocsátás, mármint az Isten részéről. Hogy miért ilyen könnyű? Nem ér, olyan, mintha nem érne semmit. Úgyis megbocsát az Úr. Tehát azért ennek nagyon nagy súlya van. Nagyon nagy súlya van. Először is azért, mert a bűn következménye felkiáltó jelként ott marad a világban. És az jelzi azt, a lenyomata, hogy a bűn az milyen komoly dolgokra képes. És ezért hogyan kell szeretnünk. A másik, azért sem komolytalan, mert mindig meg kell bánnom. És ez a megbánás, ez néha azért küzdelem. Főleg akkor, hogyha ez egy állandó harc. Mert már a 150. eset történik. És az Úr Jézus azt mondja, hogy akkor is, a következőben is, az utánlévőben is, és végig, mindig, kitartóan, akkor is meg kell bocsátani. És nincs, hogy most már nem, hanem végig ki kell tartani. És ugye a legnagyobb súlya annak van, hogy az Úr Jézus meghalt értünk. A végtelen értékű áldozat. Ezért, ha felnézzük a keresztre, akkor tudjuk azt, ez megbocsátás, ez a legdrágább az egész világon. Csak nem mi fizettük ki érte. És azt gondoljuk, hogy ha nem mi fizetünk érte, akkor nem olyan értékes. Pedig mi is beleállhatunk ebbe, és az Úr Jézus keresztjében nekünk is van ilyen értelemben. Lehet részünk. Ugye kiegészíthetjük azt a szenvedést, amit az Úr Jézus elviselt, mondja a Kolosszai levél. És talán még egy gondolat ide. Ne ítélkezz, ugye nagyon sokszor halljuk ezt, hogy ne ítélkezzünk. És azért ez egy egyszerre igaz és egyszerre kiforgatott mondat, hogy ne ítélkezzünk. Ugye nagyon sokszor azt halljuk a saját igazságainkra, hogy
arra lehet akár valami nagyon éleset mondani. És akkor, aki ezt mondja a kereszténységünkre, annak joga van a szabadsághoz, hogy ezt elmondja véleménykifejtéshez. És ha egy keresztény rámutat a deformitásra, akkor pedig az valami gyűlöletkeltés lenne, vagy elnyomás lenne. Pedig milyen fontos az, hogy nyilván megfelelő időben, megfelelő körülmények között a kereszténység a prófétai szavát hangoztassa. Mert az Úr Jézus erre is felkent minden keresztényt a keresztséggel, ahol ott van a prófétai karizma. A prófétai karizma pedig éppen azt jelenti, hogy hirdetjük az igazságot, azt a prófétai szót, amit bele kell kiáltani a világba, azért, hogy átalakuljon. A világ pedig éppen attól fél, hogy az ő deformitása végre rendben lesz, és nem hagyják jóvá azt, amit ő el akar torzítani. Nekünk pedig Isten országát kell, Isten szépséges országát kell, Isten rendezett országát kell építenünk. És ebben pedig a prófétai szó ott van. És ugyanakkor természetesen az ítélkezés az attól még nem a mi dolgunk. De az ítélkezés azt jelenteni, hogy elvennénk az Úristentől az ítéletet, és mi magunk tesszük meg ezt. Ezt nem tehetjük meg, magunkban sem károsztathatunk el senkit. Nem ismerjük mélységében sem őt, sem a körülményeit senkit. De a bűnt bűnnek kell mondani, nagyon világosan. Az embert pedig mindig szeretnünk kell. Adja az Úr, hogy mindig túl tudjunk lépni a saját haragunkon, saját sértettségünkön, saját gőgünkön. Adja az Úr, hogy ahogyan az Úristen megbocsátott nekünk Krisztusban, a végtelen értékű, szerető áldozatában, úgy mindig tudjuk őt szem előtt tartani, és mindig tudjuk azt mondani, hogy másik is, sokszor, hogyha magamnak meg kell bocsátani, akkor én is tiszta lappal és Isten szeretett gyermekeként indulok tovább. Amen. Kedves testvérek, most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim! Isten szent fia megbocsátást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsájtani. Hogy az egyház pásztorai mindenkor megbocsájtást és az irgalom örömhírét hirdessék a világban.
kérünk téged, hallgass. Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás. Kérünk téged, hallgass. Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsájtani az ellenünk vétkezőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy megbocsájtó szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd kegyesen könyörgésünket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a veletek. Emeljük föl szívünket, emeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Miért, Úr, és igazságos? Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk,
hogy olyan megváltót küldtél nekünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk tőled vissza, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethest bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is minden angyalal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal,
és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Balázs, Gábor és Kornél segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszoródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben, velük együtt mi is, örökre, gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzunk úgy, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondsz, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére.
Könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje, járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. Keresd a békét mottóval szeptember 16-a és 24-e között tartják az Ars Sacra Fesztivált. Számos helyeken koncertekre, kulturális programokra, kiállításokra kerül sor, amelyek célja az evangelizáció, a hit értékeinek megjelenítése a kultúrán keresztül. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az arssacra.hu internetes oldalon megtalálható számos programot. A szeminárium dísztermében vasárnap délután 5 órai kezdettel a Fraxinella Ensemble 7. alkalommal rendezi meg Telemann műveiből kantáta estjét Mozart Zsófia mezzoszoprán közreműködésével.
Szintén vasárnap az esti misében szolgál a Magnifikát együttes, Varga Mónika, Dolhai Attila, Lambert Attila, majd a szentmisét követően imádságos, tanúságtevő estet tartanak Földi Kovács Andreával. A mise után imádságos alkalom alatt gyónási lehetőség is lesz, szeretettel várunk erre mindenkit. Kedden Szent Januáriusnak, szerdán Kim Tegon Szent András, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúknak lesz emléknapja. Csütörtökön Szent Máté apostol ünnepe, a szombati nap pedig pietrelcsinai Szent Pió atya emléknapja. Jövő vasárnap lesz az elvándorlók és a menekültek világnapja. Szintén jövő vasárnap este 6:30 kezdettel vesperást imádkozunk a kispapokkal. Istentől megáldott szép vasárnapot kívánunk mindannyiuknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen. Áldott szép estét kívánok. Thank you.